akkor még azt gondoltam, hogy szeretnék egy saját vállalkozást, amivel egy haló pénzt fogok keresni, mert ha van rengeteg pénzem van, akkor minden probléma megvan oldva. Gáborral találkozunk ma. Ő az, aki kilépett a saját komfortzónájából, és ma pedig arról beszélgetünk, hogy ez hogy történt, milyen félelmei voltak, de inkább arról, hogy milyen sikereket ért el azáltal, hogy ezt megtette. Aki pedig nem ismeri Tóth Gábort, akkor elmesélem, hogy ő egy motivációs tréner, és 100 euróval végigstoppoltak egész Európát, és pont itt is van. Szevasz Gábor! Hello! Elvigyelek? Bepattannék, hogyha van egy hely. Jó van, gyere csak. Azért nem szoktál hétköznap sokkolni. Hogy azért még mindig így városon belül néha. Csak amiket minket. Néha megfordul a fejembe, hogy használjam. Igazából, mikor vidékre megyek valami oknál fogva, akkor szoktam, csak van, hogy már így késve indulok el, vagy elmegy a délelőtt, és akkor inkább foglalok egy telekocsit. Szeretem az ilyen közösségi megoldásokat, de amúgy szívesen is toppolok, csak kimenni a város szélére az autópályához, akkor már ugye fel inkább. Mire oda kijutnál, az nehezebb oda kijutni, mint mondjuk teljesen lemenni, lestoppolni valahol vidékre, nem? Igen, azt szoktam néha azon gondolkodni, mire az ember Budafokról elmegy Újpestre a BKV-val, az alatt gyakorlatilag leér Balatonra. Pont azt mesélte a nézőknek, hogy jól emlékszem, 29 autóstopp és 5 vagy 6 kamionstopp volt? Igen. Valami ilyesmi, már így, nekem is egy halmányabb ilyen számok tekintetében az emlékem, de jó néhány autóssal mentem, nagyon-nagyon különböző egyéniségek voltak, illetve 5-6 kamion is felvett, úgyhogy hát változatosabb volt, mint hogyha vonattal vagy repülővel mentem volna. És pont arra gondoltam, hogy itt nem messze itt vagyunk az M7-estől, hogy adhatnál egy-két tippet nekem, a nézőknek, hogy mégis hogy működik ez a stoppolás, és úgy tudom, hogy ez pont az M7-es kivezetőnél indult el ez a 140 nap lett belőle? Igen, nem tudtam pontosan, hogy mit csinálok. De nem 145 tervezted, csak ez így éppen ugyanaz. Hát annyira nem terveztem, hogy azt sem terveztem, hogy visszajövök egyáltalán. Szóval ez egyrészt nem volt egy ilyen nagyon megtervezett utazás. Így azt sem volt megtervezve, mi lesz a végén. Szóval annyi volt, hogy el szeretnék Portugáliába, Lisszabonba, illetve Európa egy pontjára is elmennék. De hogy amikor odaértem, mit fogok csinálni, azt még nem tudtam az út elején, vagy indulás előtt. De volt olyan opció, hogy esetleg sem eddig nem jutsz el, és hogy kimész oda, és lehet, hogy délután már vissza is jövök, hogy senki nem vesz föl? Hogy akkor mi lett volna? Hát mivel előtt nem nagyon csináltam ilyet, és stoppolást, ezért nem nagyon tudtam mihez viszonyítani. Sejtettem, hogy azért elég idő alatt sikerülnie kell valameddig eljutnom, szóval azért reménykedtem, hogy fel fognak menni. De amikor ott álltam egy ideje, és így nem vettek fel az első 20 percben, akkor így gondolkodtam rajta, hogy amúgy vajon meddig szoktak erre várni. És volt ilyen gond a fejemben, megfordult, hogy akár haza is mehetnék, nem tudja meg senki. Nem nagyon harangoztam, hogy én el fogok utazni, úgyhogy mi voltam vele bármikor vissza is léphetek ettől. Először is nem volt hátizsákom, úgyhogy ezt kölcsönkértem egy barátomtól. És eladtam az iPhone-omat, mert akkor éppen egy ilyen kis saját vállalkozásból ugrottam ki, hogy a barátommal csináltunk, szóval nem volt félértett pénzem. És ami a telefon árából maradt,
a sátorvásárlás, meg az egyéb kis apróság vásárlása után az ilyen 100 euró volt, 30 euró körül összeg, és azt vittem el magammal. Volt egy ilyen kis bejegyzés, hogy hogy meg hol érdemes elkezdeni, szóval ott láttam azt is, hogy melyik busz megy ki erre az autópályába vezetőre, ahol érdemes helyezkedni, és akkor úgy voltam vele, hogy hát láttam már amerikai filmekben, hogy hogy csinálják ezt, vagy hüvelykújjal, vagy táblával, és hát én még akkor azt gondoltam, hogy a tábla az a legjobb megoldás. Ezt nem azért mondom, mert rossz megoldás amúgy, csak szerintem nem tudom, én utána az hüvelykújjamat gyakrabban használtam, mert akkor úgy éreztem, hogy nem korlátozom be a sofőröket, hogy csak az egy hely jó, ami a táblán van, mert általában azért az van, hogy nem közvetlen abból B-be viszel a stoppolás alatt a fuvar, hanem mondjuk öt kisebb állomással alatt jut el az ember a végcélhoz, és akkor, hogyha ráírom a konkrét végcélt, ha valaki nem oda megy, de arra, akkor esetleg azt gondolhatja, hogy akkor nem tartanék velem, mert hogy nem visz pont odáig. Ez nagyon érdekes, hogy pont fordítva gondolta, hogyha valakinek konkrétan ki van írva, én is szoktam látni, hogy írják, hogy Győr, Bécs, Balaton, akkor ott nincs kérdés, nem tudom, hogy ő oda megy, én is oda megyek, szimpatikus, megállok és elviszem, és akkor nincs az, hogy de akkor tapasztalataid szerint pont az, hogy megmarad az a rugalmasság, hogy te merre mész? Tudod mit? Nem arra akartam, de jó lesz. Volt ilyen is, aki amúgy nem arra ment, amerre én, de mégis elvitt, Spanyolországban volt. Az a legjobb. Az a legjobb, igen. Nagyon-nagyon rugalmas, meg nagyon jó fej emberek vannak egyébként is toppolás kapcsán, ezt így ez tudatosult így bennem, de első körben vittem egy táblát, és azt írtam rá, hogy Balaton, úgyhogy ez működött, mert akik felvettek, ők is oda mentek, úgyhogy ezzel nem volt probléma, csak aztán úgy voltam, hogy nem fogok feltétlenül ezért mindig csinálni egy táblát, hanem még nagyobb ilyen rugalmaságot hiszek bele azáltal, hogy csak így hüvelykúj, aztán megbeszéljük. Hasonló gondolkodású emberekkel fog találkozni nyilván egy olyan helyen, amit ő maga is szeret, illetve ami ilyen közösségi beállítottságú. És valóban az utazás alatt, főleg a Workaway volt az, ami megmutatta nekem, hogy mekkora ereje van a közösségi kezdeményezéseknek, vagy a megosztáson alapuló társadalmi vagy gazdasági formáknak, mert gyakorlatilag sokkal jobb arányú értékcsere történt, amikor én például Workaway-en keresztül dolgoztam, és szállást és ellátást kaptam a munkahelyet cserébe. Úgyhogy szerintem nagyon inspirálóak ezek a helyek. Mesélj egy kicsit arról, hogy honnan is indultál el. Azt olvastam a blogodról, hogy egy bizonyos ponton, amikor döntened kellett, hogy felsőoktatás vagy saját magadnak az önfejlesztése, akkor te az utóbbi mellett döntöttél. Hogy ez milyen döntés volt, mit szóltak hozzá, akár család, barátok, és akkor mit gondoltál a jövődről? Hát ez nagyjából 10 éve volt, amikor ez a tínédzserkori lázadás, ez így az oktatási rendszer éles kritikájában teljesedett ki nálam, és akkor döntöttem úgy, hogy a felsőoktatás helyett igazából én más utat szeretnék választani. Akkor nekem az volt a nagy rögeszmém, saját vállalkozás, és 10 éves korban így naivitásból fagadóan azt nem vettem számítani, hogy a saját vállalkozás az nem árt az embereknek is tőkéje, vagy tapasztalata, vagy támogatói, vagy legalább ha ért valamihez, vagy van rálátás ezekre a dolgokra. Úgyhogy
Valahogy az a benyomásom, hogy ahogy a felső oktatásban ott ilyen, ez egy lassú folyamat lesz, és nem feltétlenül gyakorlatias tudást fogadni, vagy amit én hasznosítani tudnék. Így összefoglalva így úgy láttam, hogy nem a felső oktatás fogja megoldani az én problémáimat. Úgyhogy itthon dolgoztam egy évet érettségi után, aztán pedig Angliába kerültem 3 évre, és ott gyakorlatilag úgy tanultam meg egy szakmát, hogy nem iskolába jártam, hanem gyakorlati módon munkaközben tanultam meg, és közben fizetést kaptam, tehát nem én fizettem a képzésért. Nekem az, hogy mindig jobban tetszett, eleve nem szerettem könyvekből tanulni, sokkal nehezebbnek tartottam, mint amikor az ember élményszerűen sajátít el valamit. Úgyhogy, és a külföldön élés, ráadásul abban is érkezett, hogy rengeteg új embert ismertem meg különböző országokból, különböző kultúrákat, fejlesztettem a nyelvismeretemet, ugye említettem, hogy egy egész új szakmát kitanultam. Úgyhogy ez a 3 év nagyon produktív volt, és nagyon sokat alakított a személyiségemen. Épp ezért mindig is javaslom, főleg a fiataloknak, hogy ha tehetik, akkor egy néhány évet töltsenek el külföldön. Abban is sokat tud segíteni, hogy az utazás révén, hogy az ember kitalálja, mit szeretné igazán csinálni, mit csinálnak mások, inspirálódjon. Akkor, amikor azt mondod, kb. 10 éve, vagy majdnem 10 éve történt ez, hogy néztél az előre a jövőbe? Tehát biztos voltál ebben, hogy ez egy megfelelő út lesz, és ez neked működik, vagy voltak-e kétségeid, félelmeid ezzel kapcsolatban? Nem voltak kétségeim, szerintem nagyon elvakultam, hittem abba, hogy az én elképzelésem az működni fog, és akkor még azt gondoltam, hogy szeretnék egy saját vállalkozást, amivel egy halom pénzt fogok keresni, mert ha rengeteg pénzem van, akkor minden probléma meg van oldva. Ugye az egész önfejlesztő ősdibe ez volt a fő motiváció, bármilyen sekésen is hangzik, én nem akartam semmi más, csak sok pénzt. 18 évesen ugye mit akarhat egy gyerek, mondjuk így. Aztán később rájöttem arra, hogy azért ez így nem teljes mértékben igaz, tehát hogy a pénz önmagában nem old meg minden problémát. És ebből az is segített, hogy a sikeres emberek könyveit, módszertani könyveit, vagy önéletrajzi könyveit bújva mindig eljutottunk ugyanarra a pontra, hogy sikeres szokásokról beszélnek, arról, hogy válasz valamit, amit szeretsz csinálni, mert úgyis rengeteget kell vele foglalkozni, hogy sikeres legyen benne, tehát nyilván könnyebb egy olyan dologgal ezt megcsinálni, amit eleve szeretsz csinálni. És olyan részeket, vagy olyan dolgokat hallottam gyakorta, hogy lelki gyakorlatok, meditáció, jógázik a legtöbb ilyen sikeres ember, és arra gondoltam, hogy ebben lehet valami több ennek, talán érdemes lenézni, hogy ennyien fölemlítik, hogy mi lehet ennek a háttere, és teljesen egyértelmű lehet azóta már számomra, hogy egy testi, lelki, szellemi, mentális egyensúlyt meg kell tartani, azt a harmóniát, ami egy stabil életet, és ezzel egy stabil karriert tud adni. Úgyhogy hát az elmúlt 10 év az arról szólt, hogy rá kellett jönnöm, hogy nem feltétlenül annyira egyszerű az a jövőkép, amit én akkor elképzeltem, de abban is megerősített az elmúlt időszak, hogy megéri viszont csinálni. Csak egyszerűen azt látom, hogy mindenki döntse el magának, ha úgy látja az ő céljének mondjuk egy egyetemi kurzus lehet a megoldása, vagy az viszi közelebb a cél eléréséhez, akkor válassza az, de hogyha úgy érzi, hogy ő, neki még időre van szüksége, vagy megismerni több lehetőséget, utazni szeretne, vagy önmagát képezni, akkor ne féljen azt választani, mert az a legfontosabb szerintem, hogy aminek a saját útját válassza, hogy önmaga tudjon lenni, mert akkor egyszerűen minden sokkal könnyebben, sokkal jobban önmagától történik. És mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, akik nem tudják? Hát főleg azt tanácsolnám, hogy adjon magának időt, tehát mindenképpen ismerje meg magát, tehát mindentől függetlenül itt kezdődik minden is, tehát hogy el nem véletlenül volt 2000 évvel az elfői Józsdára is kiírva, hogy ember ismer meg önmagad. Minden ebből indul, és hogyha valaki nem tudja, hogy ő kicsoda, mi a célja, miért van itt, mit szeretne csinálni, hogy akarja eltölteni az idejét, akkor külső motivációkat fog kapni a belső motivációja helyett, és a külső motivációból végzett dolgok azok, amik nehezen mennek, amik terhesek tudnak lenni. Ha az ember belül érez vágyat valami, vagy készítés valaminek a meglépésére, vagy megtételére, az úgy sokkal könnyedebben történik. Úgyhogy mindenképpen ezt, illetve azt, hogy higgyenek magukban. Tehát, hogy minden fiatalnak azt tanácsolnám, hogyha tudja, hogy mit szeretne, akkor
ne hagyja magát lebeszélni róla. Mert általában, amikor az emberek ugye jó tanácsból azt mondják például, hogy a saját céljai helyett inkább egy úgymond biztonságosabb utat válasszon, akkor hiába jót akarnak legyenek ezek a szülők vagy barátok, de hát a pokolba vezető út is jó akarattalan kikövezve. Szóval azok az emberek általában azért mondják, hogy ez nem fog sikerülni, mert magukról beszélnek. Tehát szerintük nekik nem sikerülne, vagy nem láttak még erre példát. És én azt gondolom, bennem is az volt, hogy hiába mondtam el bárkinek, mi a tervem, a verbalitás szintjén át tudtam adni ezt a dolgot, de hogy ők nem érezték azt, amit én érzek. Nem érezték azt a szintű vágyat, vagy készítést arra a bizonyos cél elérésére, vagy ennek az államnak megvalósítására. Így nyilván nem is adottak 100%-ban releváns tanácsot, azért mindenképpen fontos, hogy az ember bízzon a saját megérzéseiben. Legyen így önbizalma. Viszont, hogyha valaki nem tudja még, hogy mihez kezdeni az életével, vagy miben fogjon bele, akkor leginkább azt javasolnám, hogy próbáljunk ki minél több dolgot. Ne féljen hibázni, és fontos, hogy megértsük azt, hogy a kudarc az nem a siker ellentéte, hanem a sikernek a része. Úgyhogy próbáljuk ki magát minél több dologban, akár utazzon, találkozzon emberekkel, tanuljon random dolgokat, ki tudja, mikor jön jól egy plusz képesség. Igen, alapvetően az egész motiváció mindezen dolgokra abból indult, hogy már gyerekként is furcsáltam azt, amilyen a világ. Tehát nagyon fura volt nekem, hogy mindenki arról beszél folyamatosan, hogy szeretne boldog lenni, élni a világ stabilan élni a szeretteivel, és olyan dolgot csinálni munkaként vagy megértésként, amit úgy élve, az emberben kiteljesedik. Ennek ennél az emberek túlnyomó többsége nem így élt. Tehát, hogy mindezeknek a pont az ellentéte volt tapasztalható az életében. És egyszer nem fért a fejembe, hogyha ilyen sokan vagyunk, egy csomó tehetséges, meg tehetős ember, és ennyi eszköz és technológia, hogy nem tudjuk megoldani azt, hogy az emberek boldogok legyenek, és biztonságban, békességben éljenek. És azt gondolom, hogy ahogy felnőttem, így a tévé, meg az iskola, meg a környezetem hatására, úgy elfogadtam, mint a legtöbb ember, hogy hát ilyen a világ. Tehát minden erőfeszítésünk ellenére annyit tudunk kihozni ebből az életnévi játékból, hogy folyamatosan háborúk vannak, emberek éhen halnak, és a legtöbb ember úgy él, ahogy nem szeretne. Aztán, amikor elkezdtem belemenni ezekbe a filozófiai kérdésekbe, akkor tisztázódott le, hogy amúgy van választása mindenkinek. A kérdés az, hogy hajlandó-e végig gondolni azt, hogy eddig mondjuk egy illúzióban élte az életét, eddig azt hitte, hogy csak ez egyetlen opciója, hogy azt csinálja, mint a nagy többség. Te személyesen mit tanultál közben? Mert azt mondod, hogy ott ez az út kellett hozzá, és én erre ott jöttem rá. Uh-huh. Amiket tanultam egyrészt, hogy sokkal kevesebb is elég a boldogsághoz, mint amit így hittem, hogy kell. Ezt mire érted, hogy sokkal kevesebb? Hát a tisztálkodáshoz valójában, tehát amire higiéniásan szükségem van nekem személy szerint, az egy szappan, egy fogkefe, meg egy fogkrém. Gondolom, hogy az út során azért elég le kellett adni az ilyen higiéniát. Megmaradt a higiénia, de a szintet leadni a minimálisra. Igen, tehát hogy arra értem leginkább, hogy ami nyilván nem fér bele egy hátizsákba az, ami egy átlag ember fürdőszobájában van. Na most, amikor 4 hétig minden higiéniai igényemet ki lehet elégíteni egy szappannal, egy fogkefével, meg egy fogkrémmel, akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon a másik 38 flakont, ami a fürdőszobában van, az arra tényleg szükségem van, vagy csak a reklámok miatt vásároltam meg. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos, hasznos tapasztalat volt, hogy elég kevesebb cucc, és így több pénz is marad például élményekre költeni. Beszélgessünk még erről, csak szerintem el kell indulnunk. Oké. Okay. Menjünk tovább, aztán folytatjuk. Rendben. Persze.
Miért szeretsz? Gyümölcstea, vagy fekete tea? Gyümölcstea tökéletesség. Az a pont arra beszélgettünk, hogy tudatos fiatalok közössége és hasonlók, hogy akkor az meg volt a fejedben, amikor az útra elindult, és azt már szervezted. Így van, olyannyira, hogy már voltak is találkozók belőle, és úgy tűnt, hogy az emberek, vagy az érdeklődők eljöttek, hogy az értékek jelentő tudnak találkozni hasonló gondolkodású fiatalokkal. Úgyhogy hát én szerettem volna többet foglalkozni ezzel, meg ezt tovább folytatni, meg növelni, rengeteg feltűnő ötletem volt, amit bele akartam jönni, csak elég türelmetlen voltam. Tehát azt gondoltam, hogy minden holnap után fog megtörténni, és hogy már jelentkeztem, és akkor ezt a világú kebbére elég azon nyomban. De hát meg kell tanulnom, hogy azért ez nem így megy. Viszont itt, hogy még lesz, hogy az utat kell elvezni, hogy majd a napi tevékenységet mi ezzel jár, és azok az eredmények meg így jönni fognak ezzel tulajdonképpen. Úgyhogy igen, amíg én az úton voltam, addig ezt szünetelt, ez a közösség, és akkor ott jött meg az utat, hogy akkor ezt nagyban kell csinálni. Hol tartotok most? Most pont múlt héten lépte át az 5000-es követettség az oldal, és a Facebook oldalon a követettség, és szerintem egy olyan 2-3 ezer ember látta az előadásokat, amiket tartottam tavaly évben élőben, és egy jó néhány százan részt vettek a találkozókon, mindenki jó, hogy akkor mit adik az eseményeket? Vannak alapvetően a találkozók, ahol mi olyan, mint egy kerekasztal beszélgetés, csak minden részt visz ebben a kerekasztalban, és így kötetlenül bemutatkozhatnak, elmondhatják, hogy miért jöttek el, mi az, amit ők keresnek, mi az, amiben szeretnék fejlődni. És mit kell keresnek, meg mit kell jönnek ezen a fiatalok? Mi az a... Biztos van én általános, hogy mondjuk nem tudom, a legtöbb ember ugyanazzal jön, és van egy-két én különlegesebb is. Hát általában az szokott lenni, hogy keresnek egy olyan közeget, ahol önmaguk lehetnek, ahol nem nézik őket hülyének azért, mert nem a klasszikus életet akarják követni, hanem inkább utazgatni szeretnék. Hasonló mentalitású, mint te, ahogy te annó voltál, ugyanezt, hogy nem a rendes utat követni ilyen szempontból, vagy mondjuk különleges érdeklődésükre van hobbija? Hát itt nagyon sok minden változik. Tehát a szabad szellemiség, azok, akik nem fejezünk 9-től 2-től a péntekig szeretnének dolgozni, vagy valamilyen kreatív módon szeretnék eltölteni az időket, létrehozni magam, mint jobbá teszi a világot. Sokszor nincsen konkrét, exakt elképzelés, hogy mit szeretne csinálni, csak van ez a késztetés, hogy valami eltérő a konvencionálistól. És azért is jó lehet egy ilyen közösség, mert talált az ember támogató hasonló gondolkodású embereket, akikkel mondjuk átkezni egy projektet, kicsit konkretizálni tudja, mi az, amit csinálni szeretne, és ezáltal létre is jöhet ebből valami. És ilyen pozitív visszajelzés vagy siker, ami ezáltal történt valakivel, ilyen sikersztori? Hát a találkozókon után gyakran kapok olyan e-mailt vagy Facebook üzenetet, hogy nagyon, nagyon pozitív volt, és mennyire feltöltődött az illető ezen az eseményen, mennyire motiválja, inspirálta ez az alkalom. És valójában itt arról van szó, hogy ez egy platform, tehát az emberek összejönnek és megnyilvánulnak valahogy, és egymásban találnak ebben a közösségi élményben, találnak igazából inspirációt. Úgyhogy ezek nyilván nagyon jó leső dolgok, hogy egy ilyen kezdeményezés kapcsán visszajelzések ennek arra, hogy ez működik, jól működik, betölti a funkcióját, embereknek ez tud valamit adni, valami pluszt. Mm-hmm. És mondjuk te neked, hogyha ez legyen. Igen. Hogyha mondjuk azt nézzük, hogy te neked az egész út, hogy mi az a... Hogyan értékeled ezt az egészet? Mitől volt sikeres? Érdekes, mert sokak fejében, amikor visszajöttem és volt az sok előadás, akkor úgy gondoltak rá, mint hogy egy nagy világutazó, és akkor kérdezték mi, hogy te vagy a srác, aki beutazta az egész világot, még ilyen tévképzetek voltak, és valójában most visszatekintve is felfoghatnám, hogy az én saját kezdeményezésemet, tudatos fiatalok közösségét, amit szerettem volna népszerűsíteni, egy ilyen eszközként tudtam használni ezt az utat arra, hogy egyrészt ilyen alkotói szabadságként valamilyen tapasztalást
meg ilyek, amit mondjuk át tudok adni az embereknek, mondjuk egy előadás kapcsán, és ezáltal ezen keresztül meg tudom ismertetni velük ezt a gondolkodásmódot, filozófiát, közösséget, amit elkezdtem, úgyhogy ez volt a pered nagy hozama, hogy maga az utazás története iránt sokan érdeklődtek, és lenne ezáltal, hogy megismertek a közösséget, és most így aktív tagjai ennek a közegnek. Úgyhogy a sikert például ebben mondanám meg. Meg rengeteg pozitív embert megismertem, utazókat, bloggereket, egy csomó helyre eljutottam, ahol szintén akár rádió, tévé, ahol mondjuk megkereszték szintén tapasztalataimat vagy a véleményemet, és ezek szerintem mind remek lehetőségek arra, hogy ezt az eszménységet, vagy ezt a filozófiát így meg tudjam osztani emberekkel. Aztán ezek között az emberek között, akik mondjuk látnak egy riportot vagy egy cikket, mindig lesz olyan, aki majd mondjuk jobban érdeklődik ez iránt, és akkor mondjuk a 10 000 emberből lesz, mit tudom, mondjuk 22, aki eljön ilyen találkozókra. És akkor azért annak a 22-nek szólt ez. Beszélgettünk már a mostani új generációról, fiatalokról, hogy elég sok kritika éri őket, hogy semmi nem érdekli őket, nem tudják, hogy mit akarnak csinálni. És te ugye nagyon sokkal találkozol, sok fiatallal egyrészt, ugye te is ennek a generációnak a része vagy, másrészt a közösségen keresztül. Hogy mit gondolsz róluk, mit látsz róluk, hogy ők hogyan élik az életüket, mit csinálnak rosszul, csinálnak-e valamit rosszul, mi lesz az ő jövőjük? Érdekes, mert szerintem azért is éri őket kritika, mert egyszerűen amit most csinálnak, az annyira új, hogy nem feltétlenül érti az idősebb generáció. Tehát például egy kritika, hogy állandóan hagyják a telefonjukat. Viszont manapság közösségi média világában üzleteket lehet építeni csak egy Instagram profillal. És hogy nem vagyok benne biztos, hogy kritizálják őket, átlátják, hogy ennek mi a jelentősége, vagy mi lehet a hozzám a hosszú távon. De szerintem ugyanazok a dolgok ismétlődnek, csak más kontextusban, mint az előző generációnál. Attól már valaki felnőtt lett, nem tudja, hogy működik az élet automatikusan. Én gyerekként azt hittem, hogy a felnőttek mindenre tudják a választ, és hogy ők tudják, miről van szó, és ahogy így felnőttem, és felnőttettem magam, és rájöttem arra, hogy a felnőttek azok gyerekek, akiknek most már el kell tartaniuk magukat. Szóval, hogy nem az a benyomásom, hogy bárki is tudná, hogy mi történik, vagy hogy mi a helyes válasz a kérdésekre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lesz probléma ezzel a generációval. Nő bennük az öntudatosság, ami lehet, hogy külsőre úgy tűnik, hogy nem akarnak 9-5-ig dolgozni, és milliómosok akarnak lenni, mindenki startupot akar indítani, csak dolgozni nem akar benne. Legalább vannak ambícióik, én azt gondolom, és hogy amikor meg fogják találni ezt, hogy hogyan tegyenek ezekért a dolgokért, vagy hogyan tudják a gyakorlatba ültetni ezeket az ambíciókat, akkor meg fogják találni a saját útjukat, szóval nem kell szerintem aggódni a fiatalok miatt, inkább támogatni kell őket, hogy segíteni kell nekik mederbe terelni ezeket a vágyakat, ezeket az ambíciókat, és akkor nem lesz probléma. A másik benyomásom meg az, hogy közösségeket alkotnak. Tehát keresik egymás társaságát, létrehoznak dolgokat, vállalkozásokat indítanak el, és nem feltétlenül az anyagi javak a nagyház hajtja őket, inkább az életmód, amiről itt szó van szerintem. És ez az életmód nem feltétlenül a nagyházban meg a nagy autóban teljesedik ki, hanem a rugalmas időbeosztásban, az új élmények megszerzésében, akár az utazásban, és egyre többen úgy vannak vele, hogyha nincs több millió forint a bankszámlában, akkor lóbezsitbe utazok egy házisákkal. Mm-hmm. És szerinted ez az átlag? Vagy mondjuk te vagy olyan szerencsés, hogy pont olyanokkal találkozol, mert nyilván egy tudatos fiatalok közösségébe nem a saját útját nem találó fiatal fog elmenni, aki azt se tudja, hogy hol jár a világban, hanem akinek már van egy elképzelése, és megtalálja ezt. Igen, ezen én is elgondolkodtam, hogy amikor megfogalmazom a véleményemet a fiatalságról, akkor nyilván nekem is számításba kell vennem azt a szubjektív látásmódot, amin keresztül nézem a világot, mert igaz, hogy Magyarországon belül én Budapest belvárosában töltöm az időm nagy részét, és a tudatosság iránt érdeklődő budapesti belvárosi fiatalokkal találkozom leginkább. Úgyhogy nyilvánvalóan egy Borsod megyei hátrányos helyzetű területen élő, akár mondjuk főleg kisebbségi fiatal erről a tájegységről. Nyilván neki teljesen mások a körülményei, mások a lehetőségei, ez egyértelmű. De a mai világban az interneten minden elérhető.
És ugye, ha jól igen. tudom, a TFK az terjed is, és Pécsen is van már közösség, és még tovább folytatódik, és indulnak az újak. Uh-huh. Így van, tehát már Pécsen zajlanak ezek a közösségi találkozók, Győr és Debrecen, ami valószínűleg a következő állomás lesz, illetve lesz hamarosan Tudatos Fiatalok online magazin, uh-huh. ahol különböző cikkeket, írásokat uh-huh. fogunk közölni. Tehát, hogyha mondjuk a nézők megkeresik a Tudatos Fiatalok közösségét a Facebookon, akkor az egy jó kiinduló pont, és ott... Így van, ott fenn lesz minden információ, amire szükség lehet. Gábor, köszönöm szépen. Élmény volt. Szintén. Úgyhogy legjobbak az sok sikert. Neked is még közgatók.hu. TFK. Szevasz. Szia. Nagyon jó volt. Nagyon sokat tanultam belőle. Jó dolgokat hallottunk. Ez egy sorozat lesz. Ilyen fiatalokkal fogunk még megismerkedni, meghallgatjuk, hogy mi az ő motivációjuk, inspirációjuk, és reméljük, hogy minél több fiatal fogja követni az ő példájukat. Úgyhogy legközelebb is gyertek velünk! Sziasztok!